Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk most egy újabb videóban, és itt vagyunk Kaposváron még továbbra is, és a Bezsenyi utca felüljáró megállóhelyen, és most arról van szó, hogy ugye most megnéztük a várost, és ugye az ilyen nem nagyon kapcsolódik a közlekedés, hát azért is nem vettem fel nektek, és ugye ide ilyára jár, én is most nézem meg, hogy az 1-es, 13-as, 11-es, meg a 11-es is busz most valamikre felülni, most úgy van még két óra hozzánk közül, ott megy egy csuklós Emilio City. Van még két óra húszánk, úgyhogy most mehetünk itt céltalanul össze-vissza Kaposváron. Hát igen, sem. Egyelőre. Na srácok, eddig még vak voltam, és ugye itt is ugye szuper kis kijelző van. Láthatjátok, hogy a 13-as busz 3 perc múlva fog menni a Mátyás Király utca forduló. Úgyhogy jól értelmezem a rövidítéseket. Megállóhelyre adták, hogy 0-11-esre nem tudom, hogy milyen Kapos. Kaposvirágy vasútállomás, 1-es Raktár utca, de 93 perc volt. És komoly? Most nem értem, hogy sem értem. Na közben itt van egy helyi közi járat, a DDKK-s, megy Bodrogra. Srácok, közben jönnek itt a buszok nagy számmal, nagyatád. Valamint azt mondaná, nagyapád. Úgy csak idei település nevek vannak, ez még mindig benne lehet a Krédo, hamarosan el fog indulni. Na srácok, indul a Krédo, ezt fel is veszem nektek. Na srácok, most éppen már ott a távolban mindjárt akarom mutatni nektek, de még most látszik, ott láthatjátok, hogy ott már benne van egy lila busz, valószínűleg az a 13-as, de még ugye benne ez a két helyi közi járat, úgyhogy az még később fog ide beállni, vagy hogy ezzel elmennek. Na srácok, indul a Krédo. Ez a Krédo indul. De ott a másik is az. Igen, az is igen, Krédo, és akkor hát láthatjátok, itt van ez az Emilio City, és hogy megy a Mátyás Király utcára. Itt is elsőjtös feltárási rend van. Na nézzétek srácok, milyen kis helyek vannak itt a kockás kuhát, ez a szállára, megmondom, hogy szintén ez nagyon kicsi, de jó.